Game over. Sziasztok, Dejto vagyok, és itt van velem Physics. Sziasztok. És elkezdtük megcsinálni a szinteket a ennél a lyuknál, a gyárépületünknél. Ugye a Physics elkezdte construction foamokkal befedni a grass fiber cable-t, ami juttatni fogja mindenhova az energiát. Én a szinteket kezdtem el csinálni. Ugye eddig így néz ki, hogy a lámpák lekapcsolódnak egymás után, meg fel is kapcsolódnak egymás után. Aha. És maga a rendszer az valahogy így néz ki. Körülbelül hasonló rendszer lesz minden egyes szinten, és annyival, hogy itt ilyen világos szürke lámpa van, itt ilyen fehér lámpa lesz, és így felváltva lesznek a lámpák. És mivel ez elég sok idő lenne és unalmas lenne, így ezt a részt nem fogom felvenni bele. De ha elkészül ez az épület, akkor újra jelentkezünk. Addig is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, Dejto vagyok, és itt van velem Physics. Sziasztok! És hát megépült a gyárépületünk. A teteje az egy piramis lett, ami egész jól néz ki. És a többi szintet pedig berendeztük ugyanúgy, ahogy az előzőket. Ugye egyesével meg fogom mutatni, hogy kapcsolódnak fel a lámpák. Ugye az első szinten gyorsan lekapcsolom. Lássátok. Szóval, ha vége van. Itt szépen körbe megy. Igen. Vége? Hey, itt izom. Vége. Na, és akkor elindítod? Aha. Minden szinten más lámpakapcsolódási rendszert hoztunk létre. Ez itt egy ilyen körkörös forgással megy végbe. Menjünk a következő szintre. Megvan? Is kapcsolt. Megvan. Na, lehet? Lehet. Itt a sorok kapcsolódnak egymás után. Igen. Gyere. Itt is sorok vannak, csak így átlósan. Igen. Kevesebb delay-jel mondjuk. Akkor ez a következő. Itt középről kapcsolódik fel az első, és onnan megy kifelé. Ez ilyen négyzet alakú. Pillanat, kapcsolod le addig. Na. Itt a nézetek nőnek meg. Kapcsold. Vagy fordítva, fordítva. Nem, az az előző volt. Ez ilyen fél. Igen. Fél, háromszög majdnem. Aha. Jó. Az ilyen dupla spirálos. Középről indul ki, és két irányba elkezd felkapcsolódni. És amíg jön a legfelső. Ez szintén átlagos vonalak, és így két oldalról kapcsolódik fel. Úgyhogy nagyjából ennyi lenne a kapcsolódási rendszer, ugye? Mindjárt majd még ide felülre kell kitalálni valamit, de szerintem, hogyha az üveg alatt lévő fekete brikköket kicserélnénk lámpákra, úgy egy sorba, az jól is néz neki. Igen, az jól is néz neki. Ugye ez a szürke gyapja az azért van itt, hogy meg tudjuk különböztetni a szinteket. Ugye lentebb is meg lesznek csinálva ugyanezek, mert... Ott majd más szint kapnak. Persze, a szürke azt most azért kapta, mert ez a szint, ez ilyen nyersanyag feldolgozó szint lesz, úgyhogy ezt fogjuk megépíteni a mai részben. Legalábbis megpróbáljuk. 15 percre besűrítve. Hát én csinálok macerátort, meg furnace-t. Látod, meg kicsit gyorsítunk rajta. Ja, lehet. Lényeg, hogy a koncepció az, hogy minden nyersanyagot belakunk egy chestbe, és gyakorlatilag a kiégetett cuccokat kapjuk meg. Rotarit csináljak, vagy lát, simát? Ez a lényeg. Figyelj, rotarit fogok csinálni, jó? Mindenből a jobbikat, persze. Jó. Akkor machine block. Jó, hát akkor craftolgatunk. Égetőből nem tudom, hogy hányféle kell. Égetőből? Hát figyelj, lemegy a macerátorba.
Három égetővel, mert égetővel kettőfélét lehet rakni, de macerátokban csak egyet, abból annyi kell, ahányféle érsz lehetséges. Dehogy is, hát figyelj, Red Power-os csövekkel úgyis mindenhova csak egy hely, egy fog menni. Tudom, de... Hogyha gyorsan akarjuk csinálni, akkor annyi macerátor kell, ahányféle érsz van. Dehogy is, jó, nem mondjuk, kell annyi. Mondjuk az aranynak nem muszáj, de... Nem, nem kell. Belerakod mindent, és akkor a cső csak akkor fogja küldeni a nyersanyagot, ha már mehet a macerátorba. Érted? Értem, csak azt mondjuk meg, hogyha egyszerre belerakja a tint, meg a... De nem rakja bele, mert berakunk valamit a másik üres részre, amit mondjuk nem tud feldolgozni, ja. Mondjuk egy scaffoldot, és akkor csak egy helyre pakolhat gyakorlatilag. Igen, a scaffold az nagyon univerzális. Jó, akkor refined iron kell nekem. Redstone kell nekem. Gumi, copper is kell, hát nekem. Én megcsinálom az égetőt, vagy... Jó, én a macerátort csinálom. Jó. Van is itt egy edelmesin blokk. Tök jó. De jó. Hova tegyek 10-15 stack üveget? Nem tudom, használd fel. Neked Elvom. Is kell elektrikus. A másoló miért nem másol? Mert mondjuk nem laktál bele semmit. Ha? Advanced, nekem is kell, persze. Hány? Egy kell, ugye? Vagy biztos. Kettő? Mindig csinálok négyet, mert szerintem kell egy rendes advanced circuit, meg egy advanced circuit mindenkihez. Vagy mi? Elektrik, jó, összebeszélek. Reggel. Csak egy sima circuit kell. Csak egy sima, nem kell advanced. Mindig csinálok egy párat. Most kettőt csináltam? Na, mindegy. Akkor mi kell még? Machine block. Akkor azt mondja, kell flint. Van egy jó pár. Ne csináltál már szörpítem? Igen, már is ödelöm, csak megcsinom gyorsan a jó. Macerátort, a simát először. És advanced machine blokkod van, akkor már is rakom. Egyetlen darab. Figyelj, annyi kell hozzá, hogy... Aha, van advanced alloy? Mert carbon plate az van, azt látom. Advanced alloy azon, vagy... 52, igen, azért. Jö, az bőven elég. Igen, még csináltam, mert jó kedvem volt. Igen, észrevettem. Akkor légy szíves, hozol kettőt. Már is. És akkor refined iron macerátor, szuper. Berakod vagy? Mindegy. Ott van. Kiszedem az ilyen felesleges dolgokat, okay. Amiket mondjuk nem használunk sose. Mondjuk a igen, jó. Már a izét is kivetted a red alloy cuccot. Azt se fogjuk használni. Kivettem a red alloy ingotot. Jó, rotary macerátor akkor megvan. Csinálok brass ingotot, jó? Mert abból lesz a cső a red power-es. Jó. Alloy furnace, jó. Tin meg. Akkor tin, meg copper. 24, és akkor ez egy 64-es, szerintem az egy pont jó is lesz. Kész az action furnace. Jó, a rotary macerátor is készen van. Kábelekkel hogy állunk? Mennyi kábel van? Milyen kábel? Van nálam 8 gas kábel. Szerintem azzal be tudjuk ötni, hogy hát, az szerintem kevés lesz, mert kell a hely. Jó. Csináljak még akkor? Aha. Kell nekem filter, azt is kell csinálni. Viszont még ahhoz jött, amikor jön valahogy egy energiát is kéne oda vezetni. De lehet nem. Ezt mit szólnál hozzá, hanem nem Red Power-os csövekkel, hanem Buildcraft-tal csinálnám meg. Csinálj párat, akkor ez jobb. Oké, okay, mert a Buildcraft az lassú. Jó. Ez is kell brassingot, piston csinálok egy párat akkor.
kell hozzá, ilyen, meg fa. Azt szerintem az van nálam. Csinálok 32 pisztont, sose lehet tudni, mire kell. Jó, na mi van, mi történt? Out of memory. Pedig csak 2,8 gigát használt ki a 4-ből. De, ez tekit. Hát igen, és 2,3-ra ment le, meg 2,4-re, tehát csak 400 megát drop volt. Jó, akkor ilyen red doped wafer, ez silicon wafer, hát ez kicsit problémásabb. Mobba másolok egy keveset. Aha, látom, izét másolsz lap is. Jobb interesszom, mert gyorsabban tudjuk átadni másra. Most nem azért, mert kell. Aha. Jó, persze. Meg tudod, mi kell majd még? Egy csomó Reinforced Stone. Hát az erőműhöz. Az erőművel tényleg meg akarja csinálni, mert azért tehát kellene, hogy azt ellássuk árammal. Legalább egy reaktor. Egy olyan fullos. Ha megcsináljuk. 64 brassingot? Egyelőre elég lesz. És inkább berakjuk ezeket. Nem akarsz aludni? De. Adok egy kevés brassingot, hogy csinálsz egy pár csövet. Pneumatic tube-ot, meg redstone tube-ot. Akkor ezt fel kell vágni, vagy hogy van ez? Mindent elhasználhatom rá? Igen, de nem kell olyan nagyon sok. Ez azt beraktam az összes üveget másolni, és nem hagytam egyet se. Igen? És homok sincs. De, az van. Ez az. Van. Hát, vagy illetve remélem. Nem, már nincs. De várjál, adok neked egyet. Csak hoz vissza. Nem baj, macerálok. Tessék. Stone. Mondjuk az is jó, oké, mert nekem egy pont kijött a lépés. Nekem ennyi elég is, ez nem is kell. Ez 64, 16-ot ad, ugye? 16, igen, 6, 264, jó, szuper. Core filter. Red doped wafer. Ahhoz meg redstone kell. Silicon wafer. Mennyi redstone szedtél ki, mert kéne nekem egy pár darab. Raktam a chestbe két stacket, az elég. Dehogy elég. Na jó, akkor még másolj. Jó, egyelőre elég. Ennyi van most. Várjál, van itt 2x64 olyan Beumplit tube. Mennyi redstone tube kell neked abból? Fú. Hát szerintem... Figyelj, megcsinálhatjuk úgy, hogy az összes redstone tube, és akkor nem kell egyesével redalajvájőrözni a filtereket. Akkor mindez lesz jó, ahhoz még akkor kell két stack redstone nekem. Jó, akkor légy szíves, ezt megcsinálnak. Hány filter kell? Ugye kell egy, ami kiszívja a ládából. Kell egy, ami kiszívja a macerátorból, meg kell egy, ami kiszívja az electric furnace-ből. És annyi elég is, ugye? Aha. Aha, de jó, hát akkor az meg lesz. Meg kell egy időzítő. Egy timer, azt majd... Ja, várj, már rossz handcraftolok. Azt már csináljam. Aha. Ha éppen ráérsz. Kell arany. Hát aranyból pont nincs olyan sok, lehet, hogy azt kéne másolni egy keveset, nem gondolod?
darabot számolt? Mindegy, csinálok 4-et, nem baj. Jó, 4 filter, akkor kész is van. Igen, akkor berakok goldot másolni, mert most többból kevés van. Jó. Pont 64 lap is lett, így. Szerintem a vezetékezés meg a beszerelést azt két rész között fogjuk megcsinálni, mivel az elég sok idő, meg próbálkozni is kell vele, hogy hogyan is kell pontosan. Úgyhogy majd jelentkezünk a kész változattal addig is. Sziasztok! Sziasztok!